A Tech2.hu-t nézitek, és az Asus MemoPad 7ME 572CL tabletet láthatjátok, ami egy 4G LTE képes, 7 hüvelykes design tablet igazából. Mondjuk a dizájnt az már némileg elrontott az azzal szemből, hogy rendkívül vastag a keret. Sajnos ez általános jelenség az Asus készülékeknél. Még oldal csak-csak elviselhető, alul, illetve felül viszont nagyon széles a keret, ami szerintem egy kicsit problémás. Kamera, illetve fényérzékelő van a készülék felső részén, egy karcáló üvegborítást kapunk, ami az egész kijelzőt, illetve előlapot befedi. A készülék, hát mondjuk úgy, hogy tetején, mert ahogy látható, fektetett üzemmódra helyezi a hangsúlyt a gyártó, tehát tetején van hangerőszabályzógomb és bekapcsológomb, illetve mikrofon, itt pedig egy SIM kártyaszlot foglal még helyet. Jobb oldalon micro USB, illetve egy hangszóró, alul csak egy micro SD kártyaszlot, illetve itt egy második hangszóró és egy jack csatlakozó is. A készülék alja és teteje le van kerekítve, még itt az oldalsó része az teljesen egyenes sík. A hátlap az műanyag, fényes felületű, itt alul egy matt csíkkal, kicsit olyan, mintha egy táska lenne igazából. Összességében nem néz ki rosszul, bár az új lenyomatot eléggé gyűjti. És a hátlapon kapunk még egy 5 megapixeles kamerát is itt. Ha megnézzük magát a készüléket, meglehetősen gyors, hiszen egy erős hardware van benne. Itt látható a hardware-es felépítés, Intel Atom Z3560-as processzort kapott, ami 64 bites, 4 magos, 1,83 GHz-es órajellet, 2 GB RAM-unk van, 16 és 32 GB háttértár, PowerVR G6430-as grafikus gyorsító, 2 és 5 megapixeles kamera, van LTE támogatások, a 150 megabit per szekundumos sebessége, GPS, GLONASS, illetve minden hasonló jóság. És igazából egy egészen korrekt készüléket kapunk az Asus-tól, némi kis design beütéssel. Ez volt tehát a MemoPad 7ME572C. Kövessétek továbbra is a tech2.hu oldalt. Sziasztok!